Elsőként, ami a tényállás kiegészítésére vonatkozó indítvánnyal kapcsolatos, azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy ezekben a kérdésekben kiegészítésre kerüljön az ítélet a tényállás, miközben a következők miatt. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben rendkívül jól használható az egyébként mellényjogból ismerős fogalom a megalapozott félelem. Azt gondolom, ez nagyon jól megfogja ennek az egész kérdésnek a lényegét. Ennek a fogalomnak az a lényege, hogy van a félelem, ami szubjektív, viszont a megalapozott szerű beiktatás jelenti azt, hogy ennek a félelemnek van valami objektív eredője, valami objektív dologhoz kapcsolható. És ez mind elkövetői, mind mondjuk itt sértetti oldalon figyelembe vehetők és beemlítőek olyan körülmények, ami ezt a szubjektív félelmet objektívvá, megalapozottá teszik. Ugye elkövetői oldalon, ugye a kollégáim is utaltak már, tágabb kontextusban mindenképpen figyelembe kell venni az időbeliségét ezeknek az eseményeknek, ugye a romai gyilkosságok által okozott félelmet, felfokozott hangulatot általában a roma közösség körében, illetve közvetlenül is figyelembe vendő az a provokatív félelemkeltő magatartás történésről, ugye, ami előző nap a Jobbik által szervezett gyűlés által testesült meg, amelyet egyébként ugye nem hallgatható módon az Új Magyar Gárda mozgalom biztosított, és eként hozott létre egy félelemkeltő légkör a helyi roma lakosság körében. Sértetti oldalon pedig nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a Jobbik igenis összecsúszik a Magyar Gárda mozgalommal és az Új Magyar Gárda mozgalommal, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet elhallgatni, és nem lehet ilyen éles elválasztásokat tenni, hogy a Jobbik tartott gyűlést ehhez az egészhez az Új Magyar Gárda mozgalomnak köze. Ha más nem, a laikusok észlelésében ez az összemosódás igenis megvalósul. És szintén az elkövetői oldalon figyelembe vendő objektív tény az a sértetteknek a valódi szándéka, mert azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban hát elég érdekes az elsőfokú bíróságnak az álláspontja, hogy elfogadta, hogy itt békés bogácsolásról van szó. Noha az én álláspontom szerint az állapítható meg, hogy ez egy szándékolt provokáció, minimálisan erődemonstráció volt. Ami a jogi indoklást, a jogi minősítést illeti, csatlakozott a negyedrendű védő kollégához az alapvetéseket illetően. Tehát ennek a bűncselekménynek a jegye, hogy ez egy motívum bűncselekmény. Mi a motívum? A pusztán az adott védett csoporthoz tartozás, a csoporttal szembeni előítéletes gondolkodás. Azt gondolom, hogy ebben az esetben már ezen a ponton elbukik, hogy így mondjam, az elsőfokú ítélet, hiszen a vádlottak cselekményét nem egy csoporttal szembeni előítélet, hanem a megalapozott félelem motiválta, megalapozott félelem attól, hogy saját maguk, illetve a családjaik testi épsége, vagyona ellen súlyos támadást fognak intézni. Innentől kezdve az már gyakorlatilag lényegtelen kérdés, hogy ez a félelem, ez egy jó körülhatárolható csoportban testesülte meg, vagy általában mindenki mástól féltek, aki a roma közösségen kívül van, de egyébként az is megállapítható, hogy itt volt egy jól meghatározható csoport, mégpedig akiket ők gárdistáknak neveztek. Ettől a csoporttól féltek, ettől a csoporttól számítottak fenyegetésre. Az, hogy ez a fenyegetés, ez valódi volt-e, ez a tudattartalom megítélése szempontjából irreleváns, hiszen ez nem feltétele a motívum megfelelő megalapításának. Az már csak egy másodlagos kérdés, hogy egyébként ha azt vennénk figyelembe, hogy mi az a csoport, amitől ők féltek, vagy amiket ők beazonosítottak, az egy olyan csoport, ami egyébként nem érvezt törvényi védelmet, tehát nem tartozhat. Ugye ezt a legfelsőbb bíróság is mondta, nem tartozhat a BTK 174-ben nagy D szakasz
személy hatája alá, tehát a védett csoportjai közé. De azt gondolom, hogy ez a kérdés, még ezt hangsúlyozom, irreleváns, mert nem a csoporttal szembeni előítélet motiválta ezt a cselekményt, hanem egy félelem, amit azonosítottak egy bizonyos csoporttal.